Vigyázzon magára, Tamás, jó? Minden jót, köszönöm, hogy hívott. Önként is tájékoztatják a Humán Szolgáltató Központ esetmenedzsereit a bajban levő családok. A szociális szakemberek az ügyfelekkel általában telefonon tartják a kapcsolatot, de ha a krízis helyzet áll fenn, kimennek házhoz is, vagy fogadják őket, némi óvintézkedéseket követően a központ alsó szintjén. A Humán Szolgáltató Központnál a munka igen nagy szeletét teszi ki azoknak a szülőknek való segítségnyújtás, akiknek nincsen otthon számítógépe, internete, de a távoktatást akkor is meg kell valahogy oldaniuk. Továbbá igyekeznek arra ösztönözni az ügyfeleiket, hogy a gyerekeket tartsák otthon, vegyék komolyan a koronavírus járványt. Ennek a folyamatos megerősítése, aktualizálása sok feladatot ró a segítő emberekre. Horváth Judit azt mondja, több kisgyermekes kollégája nem tud bejönni dolgozni. Ők vagy otthonról látják el feladataikat és adnak tanácsot a hozzájuk fordulóknak, vagy szabadságot vettek ki. A kemény mag pedig bentről tartja a frontot, mert ők nem tehetik meg, hogy otthon maradjanak. Mi is anyák vagyunk lényegében. Mi is családból érkezünk be a munkahelyre. Elsődleges volt azt figyelembe venni, hogy 10-12 év alatti gyermekeket nevelő kollégák otthon tudjanak maradni. Hát a home office lényegében működőképes tud lenni az ő esetükben. De még nem 70 éves, de lehet, hogy valami krónikus betegsége van. Szükség volt a munka átszervezésére, az online tanácsadásra való átállásra a koronavírus járvány miatt a Szekszárdi Humán Szolgáltató Központnál, mondta a vezető Toláczyné Varga Zsuzsanna. 7-8 fő, akivel kevesebben vagyunk, és ugye hát nekünk az óvodai, iskolai, szociális segítőink, akik ugye 8-an vannak, őket pedig át kell csoportosítanunk. Tehát ugye van más feladat, amire akkor ők most így tudnak vállalkozni, de azt így van, tehát hogy itt az idősek, a 70 év felettiek ellátásában segíteni. A Szekszárdi Humán Szolgáltató Központnál adományokat is átvesznek és eljuttatják a rászoruló családoknak. Az idős embereket pedig úgy segítik, hogy önkénteseket vonnak be a munkába, ők vásárolnak be és váltják ki a gyógyszereket. Az ő munkájukat egy következő riportunkban mutatjuk be.